Ladies and gentlemen, még van körülbelül 3 hét az új évig, de szerintem hivatalosan is kijelenthetjük, hogy megtaláltuk a 2024-es év Alex Csigér kopiát. Vicceskedsz? Vázolom, hogy mi a szitu. Szóval, a lényeg, tegnap este valamilyen oknál fogva én ezt a videót végül ténylegesen feltöltöttem, ezt a bizonyos When Gamers Die, azaz amikor a gamerek meghalnak videót. Ez egy short videó, aki nem látná. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy három különböző lehetőséget mutatok, amire a gamerek általában rászoktak egy jó nagyot ütni, csak hát ugye rohadt drágák. És nézzük csak a komment szekciót. Telist! Ja, Istenemben még mindig nem hiszem el, hogy az egész komment szekció tele van Alex Csigér kopi szövegekkel. Tehát, hogy zseniális egyébként őszintén. Na most ugye, aki esetleg nem értené, hogy mi van. Alexnak is volt egy hasonló, vagy sőt, hát egy konkrétan ugyanilyen short videója, ami természetesen nyilván fenn van YouTube-on, meg talán fenn van TikTokon is, ezt nem tudom. Nyilván ugye 50 ezer like, valami 1,1 millió megtekintés, ha jól néztem, és hát ugye nyilván elég hasonló a koncepciója az én tartalmamnak is, mert hát az én sorcomnak, amit én csináltam belőle. És hát az emberek így maradjunk annyiban, hogy az emberek begyújtották maguk alatt a rakétát, és teleszpemelték a komment szekciót, amiért elképesztő amúgy őszintén, hogy az ember nem csinálhat már semmit anélkül, hogy ne basztatnák már mindenért konkrétan. De amúgy azt imádom, hogy az emberek háromnegyede nem tud egyébként normálisan írni. Vicc amúgy őszintén az egész, hát ki is raktam nyilván egy hozzászólás pinnelve, hogy nyilván nem az volt a célom, hogy másoljam a tartalmat. Úgyhogy ezzel a videóval is őszintén bocsánatot szeretnék kérni, hogy Alex Csigér kopi lettem. Gondolom hihető volt nyilván, tehát egy... Én őszintén mondom, hogy az embereket úgy, ahogy van, nem értem nagyon sokszor, és egyébként, úgyhogy őszintén ezzel a videóval nem volt egy különös célom, ezzel, amit itt nézel, meg ami volt a shorts is, csak be akartam mutatni, hogy egyébként mennyire undorító néha a magyar YouTube-nak a közege, úgyhogy hát remélhetőleg a következő videóban egy normálisabb tartalmat fogok tudni elhozni nektek, és köszi a figyelmet!